Ez egy olyan téma lesz, amiről már nagyon régen szerettem volna beszélni, csak valahogy nem volt idő rá. És arra gondoltam, hogy ezt a sorozatot felhasználom arra, hogy legalább alapszinten megpróbáljam átadni azt, amit az írások mondanak a tanításról. Az első vers, amit meg fogunk nézni, szerintem talán a leghasznosabb, hiszen egyértelművé teszi azt, hogy hogyan is alakul a tanítás, és ki is a forrása ennek. Ez Semot, vagy második Mózes 35-ös fejezet, és onnan is a 30-as verstől fogjuk olvasni. Ez így szól. És mondta Mosé a Izrael fiainak. Íme Jahua név szerint hívta el Bezalelt, Hur fiának Jurinak fiát, Jahúda nemzetségéből. Még mielőtt tovább mennék, villámgyorsan nézzük meg Bezalel jelentése Elohim árnyékában, de tulajdonképpen Elohim védelmében. Hur egyébként nemes, vagy szabad születésű, hogyha a lyuk vagy nyílástól eltekintünk. Juri, vagy Uri, pedig tüzes, vagy fényes. Jahúda pedig természetesen Jahua dicsősége, vagy Jahua dicsérete. Amennyiben ezeket összeolvassuk, akkor azonnal kapunk egy proféciát Jahusá Hamásiák eljöveteléről, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azokat a verseket, illetve azt az információt, ami szorosan követi ezt a négy nevet. Elohim védelmében a nemes vagy szabad tűz Jahua dicsősége. Ezt érdekességképpen szerettem volna csak elmondani azoknak, akik megértik azt, hogy sokkal több van ezekben az írásokban, mint amennyit az ember elsőre feltételezne, de akár másodikra vagy harmadikra is. De nézzük meg, hogy mi az, amit szeretne közölni Bezalelről. 31-es versben elmondja, és betöltötte őt Elohimnek lelkével, ez ruach, bölcsességgel, chokma, értelemmel, tabuná, és tudománya, de át minden mesterségbe. Ezekről a fogalmakról már volt szó korábbi videóban, úgyhogy nem akarok belemenni az elemzésébe, de Jahua volt az, aki betöltötte Bezalelt ezekkel a tulajdonságokkal. Az, hogy betöltötte, az egyébként malá, vagy malé, és annyit tesz, hogy tele van, úgy, mint hogy teletölt valamit, megtelik. Jól lakik, megelégszik valamivel. Tehát Jahua először is név szerint elhívta Bezalelt, azután pedig gondoskodott arról, hogy Bezalelnek mindene meglegyen ahhoz, hogy ezt a feladatot be tudja tölteni. A ruach, a bölcsesség, az értelem és a tudomány. Meg is indokolja, azt megmagyarázza számunkra, hogy miért történt ez a 32. verstől, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, és foglalásra való köveket metszeni, fát faragni, és minden mesterséges munkát végezni. Ez a kigondolni egyébként hasáb, úgy, mint hogy kitervezni, kigondolni, kiötölni valamit, vagy feltalálni valamit. Kreativitás lenne talán a legnagyszerűbb kifejezés erre a mi szótárunkból. A mesterséges munka az érdekes módon pontosan ebből a szóból származik. Ez machshaba. És ez annyit tesz, mint gondolat, elgondolás, vagy elképzelés, ötlet, terv, cél, vagy kivitelezés. Valami, amit az ember elképzel, amit ki kell találnia egy ötlet, egy terv alapján, és aztán kivitelezi. Ez a fajta tevékenység, amiről szó van, egy kreatív munka. Azonban ehhez a munkához az alapvető fontosságú elemek azok Jahuától érkeznek. A bölcsesség, az értelem és a tudomány, illetve az a ruach, ami tőle érkezik, ez mind alapvető fontosságú annak érdekében, hogy ez a munka sikeres legyen.
Nyilván ennek az ellenkezője is igaz, hogyha ez nem érkezik tőle, akkor ez a munka nem lesz sikeres, és ez nem az ő terve szerint alakul, illetve megy végbe. De nézzük meg a 34-es verset, mert ez az, amire vártunk, ez a lényeg számunkra most. Azon túl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiab, az Ahiszamák fia, a Dán nemzetségéből. Nézzük meg, hogy mi is az, hogy alkalmassá tette arra. Tudjuk, hogy ez az egész folyamat Jahuától indul, hiszen ő az, aki név szerint elhívja Besaleelt. Ő az, aki betölti őt a saját lelkével, vagy a Ruach HaKodes-sel, bölcsességgel, értelemmel, tudománnyal. Azért, hogy ez az ember képes legyen kigondolni valamit, kreatívan cselekedni, aztán ezt megvalósítani. Nézzük, hogy mi is ez, hogy alkalmassá tette, mert ez nagyon érdekes szerintem. Ez két szóból áll ez a kifejezés, és Nathan az első, ami annyit tesz, hogy átad vagy ad, adományoz valamit. Olyan értelemben, hogy kiutal, kirendel, vagy küld valamit, de egyébként lehet úgy is, hogy jóvá hagy, vagy megenged. Meg fogjuk látni azt is, hogy mi az, amit ad. Hiszen később látjuk, hogy a második szó az nem más, mint leb, úgy, mint hogy szív. Ugye lebab maga a szív, de leb az valaminek a közepe, vagy a belseje, de egyébként a dolog lényege, vagy a dolog maga. Itt ugye azt írja, hogy a belső ember, a személyiségnek a középpontja, értelem, érzelem, akarat, emlékezet, lelkiismeret, morális karakter, bátorságnak a helye, de egyébként pedig a szív, mint fizikai, szellemi központ. Még egy dolgot megemlít, ez pedig egy nyelvtani forma. Akit érdekel, végigolvashatja, én csak a lényegre fogok koncentrálni. A perfektum, ez ugye a nyelvtani alak, tehát a realitáson vagy a valóságon túl megragadja a folyamat, várható végkifejletét is, és annak egészéről tesz megállapítást, tehát lehet jövő, múlt, vagy pedig jelen időben fordítani. Ezek alapján megérthetjük, hogy ami történt, az az, hogy Jahua megadta, vagy jóvá hagyta ennek az embernek a lényegét, hogy ez képes legyen ezt a munkát elvégezni. Jahuától jön ez az egész, tőle indul a folyamat. Ő az, aki megadja, jóvá hagyja, aki lehetővé teszi azt, hogy az embernek a belseje képessé váljon ezen folyamatoknak az elvégzésére. Ez pedig nem más, mint a tanítás ebben az esetben. Yerach. Ez szintén egy érdekes kifejezés, ugyanis a Yerach elsődleges jelentés az dob, hajít vagy vet. De egyébként, ha tovább nézzük, akkor alapot vet, vagy megalapoz, vagy pedig lefektet. Ezen kívül jelent olyat is, mintha hint, spriccel vagy esőzik. Eldob, elvet, kilő. Vagy pedig a kezét kinyújtja valaki, irányt mutat, vagy megmutat, és végül lesz tanít, oktat, utasít, vagy útmutatással ellát. Az útmutatás, az irány, a jel, az pedig nem más, mint a Tora. Ezt tudjuk a Tora jelentéséből és a piktografikus ábrázolásból is. Úgyhogy gyönyörű, hogyha elkezdjük az elejéről, ahogy dob, vagy hajít, vet valaki, hogyha a tudásról van szó, vagy a Toráról, ahogyan veti az ember a tudást, vagy az alapot, ahogy lefekteti, illetve ahogy utat mutat a kezével valaki, vagy hint, vagy spriccel, ahogyan mondja Jahúja, hogy az ő szava, mint az eső, úgy jön el majd Samaimból, vagy a mennyből, és nem tér oda-vissza, és megcselekszi azt, amit akar, és életet hoz a földre. Az pedig természetes, hogyha valaki kinyújtja a kezét, és irányt mutat, akkor az valamilyen formában segít. Ezért jelenti ez a szó az, hogy tanítás. Ilyen értelemben érti az, hogy alkalmassá tette arra, hogy tanítsa. Most már látjuk, hogy amit valójában mond, az az, hogy az embernek a belsejébe adta azt az engedélyt, lehetővé tette azt, hogy ez az ember utat mutasson a többinek, megalapozza azoknak az életét, és ezt a tudást, vagy ezt a Torát az ő irányukba, mint az eső elvezesse. De ha ez esetleg nem lenne elég, akkor nézzük meg a piktografikus képét ennek a szónak, ez ugye Jod, Res és Hé. Ez valakinek a munkássága vagy a karja úgy, ahogy irányt mutat. A vezér, ez a res, vagy a gondolat, vagy a fej, a vezető, a kar, ahogy irányt mutat, vagy vezeti az embert,
a kinyilatkoztatás felé, a csodálat vagy ámulat ez az ember, mikor két kézzel áll Jahova felé és könyörög hozzá, ez a hely. Szóval aki tanít, vagy a tanítás, az mutatja az utat a karjával, segít ennek az embernek, hogy az megértse a valóságot, illetve a kinyilatkoztatást. Láthatjuk tehát, hogy Jahua volt az, aki szerette volna, hogy ezek az emberek vezessék. Valami oknál fogva ő úgy döntött, hogy ezek lesznek azok az emberek, akik tanítani fogják Izrael népét, illetve ezeket a dolgokat végre fogják hajtani. És ezért az ő belsejükben ezt lehetővé tette. 35-ös vers megismétli az eddigieket, betöltötte őket a bölcsesség, vagy hokmá lelkével, ami ugye ruach, hogy tudjanak mindenféle faragó és kötő és hímző munkát készíteni, kék, bíborpiros, karmazsin színű és lenfonából, és takács munkát, akik készítenek ilyesféle munkát, és kigondolnak mesterműveket. Ez szerintem az elsődleges dolog, amit mindenkinek figyelembe kellene vennie, mielőtt belevág abba, hogy embereket tanítson. Az pedig, aki hallgatja a tanítókat, egyszerűen le tudja ellenőrizni, hogy ki az, aki igazat mond, hiszen Jahua szavával meg kell, hogy egyezzen az, amit hallunk. Jahua szava pedig minden, ami úgy kezdődik, hogy így szól Jahua. Végül pedig a 36-os versben így fejezi be, azért Besaleel és Aholiab, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek Jahua bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a Chodesh hajlék szolgálatához való minden eszközöket, csinálják meg egészen úgy, ahogyan Jahua parancsolta. Elmondja tehát azt is, hogy a tanító feladata az, hogy elvégezze azt a munkát, amire Jahua őt kijelölte. És a végső célja ennek a munkának az, hogy Jahua dicsőségét és nevét megismerje a világ, és mindenki, akit ő hív, közelebb tudjon kerülni hozzá, ezen tanítóknak a munkája segítségével. Még egy dolgot hagyj mutassak, mielőtt elhagyjuk ezt a fejezetet. A Holiáb jelentése az atya sátra, míg a Hiszamák, a fivérem támasz, Dán pedig ugye bírót jelent. Hogyha összeolvassuk ezeket a szavakat, nem csak ezt a hármat, ugye az atya sátra, ahol a fivérem támasza a bíró, illetve ezt a négyet, amit korábban megvizsgáltunk, és hozzáadjuk Mózest és Izraelt, akkor egy egészen csodálatos képet kapunk. A vízből kihúzott, aki nem tágít Elohimtől, vagy Elohimmel álhatatosan kitart, ugye a harcok ellenére, aki Elohim védelme, a nemes tűz, Jahua dicsősége, az atya sátrában fivéreinek támasza és a bíró. Dicsőség Jahuának mindenért! Ezek után egyből a könyv másik végére fogunk ugrani, és megnézzük azt, hogy Jakob mit tanácsol számunkra a hármas fejezetben. A fejezet címe is beszédes, azt mondja, hogy a nyelv bűnei. Így kezdődik. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. A tanító az didaskalos, egyébként tanító vagy oktató, és a kifejezés a didaszkó szóból ered, mely alapvetően visszavezet a jarrah szóhoz. A héberben az egyik kifejezés az a jarrah, amit erre tudunk használni, de egyébként a lamad szintén tanítót jelent, vagy vezető. Bin egyébként értelmet jelent, míg a jadá tudást. Jakob egyébként elmagyarázza, hogy miért van ez, de a címből ki is kellene, hogy derüljön. A nyelv bűnei. Azért, mert minden, amit az ember mond, azért felelősséggel tartozik, és az atya a végén azt elő fogja hozni. Amikor mindenki ott fog állni és megítéli az embereket a könyvből, a cselekedeteik szerint, és a beszéd az a cselekedetnek a része. Úgyhogy érdemes átgondolni mindenkinek, mielőtt ebbe belevág. Én nem szeretnék senkit ettől eltántorítani, én csak azt akarom, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy a tanításnak megvan minden szépsége ellenére a nehézsége. És nem csak a nehézsége, hanem egyfajta felelősség is jár ezzel.
Így szól Jakob elmagyarázván, hogy mi is ez a felelősség, mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Azaz világos az, hogy az ember nem tud tökéletesen az úton járni, ez nem is kérdés. Az ember vétkezik, feláll, bocsánatot kér, és utána megy tovább. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember képes az egész testét megzabolázni. Ez a tökéletes nem azt jelenti, hogy tökéletes a szótári értelemben. Azt jelenti, hogy érett ez az ember, felnőtt korú, beteljesült, teljes ez az ember. Arrafele irányul az egész lénye, amit Jahua akar, ami neki tetszik. Ilyen értelemben teljes ez az ember. Szóval, ha valaki a száját kordában tudja tartani, akkor az az ember egy érett, teljes, felnőtt. És az utána már az egész testét képes megzabolázni, hiszen az ember gondolata az, ami kijön a száján. Így ha ezt képes megakadályozni, akkor a cselekedeteit is utána képes lesz az ember kordában tartani. Néhány nagyszerű példát mutat erre, hogy a való világból, az életből érzékeltesse, hogy mit is jelent az, amiről ő beszél. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Érdekes, amit mond a görögben, engedelmeskedjünk azt jelenti, hogy rábeszél, vagy meggyőz, vagy rávesz. De van egy másik szó, ami benne van az összetételben, ez pedig autos, úgy mint maga, ő személyesen. Saját maga. Azt jelenti, hogy valaki képes rábeszélni saját magát, vagy meggyőzni magát, rávenni, megnyerni magát, hogy valamit csináljon. Vagy pedig bízik, hallgat, engedelmeskedik saját magának. Meggyőződik valamiről, hisz valamiben. Itt van, hagyja magát meggyőzni, meg van győződve valamiről. Biztos valamiben. Negatív értelemben pedig persze elbizakodni. Úgyhogy mindenkinek saját magát kell rávenni arra, hogy valahogy megfékezze a nyelvét, azt, amit mond. Íme a hajók is, noha mi nagyok és erőszelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ez a kormányos a nyelv, hiszen kicsi relatíve az egész testhez képest, és mégis hatalmas problémákat tud okozni, ahogyan azt mindenki tapasztalta már a saját életében, biztos vagyok benne. De el is mondja Jakob, ezenképpen a nyelv is kicsintag nagy dolgokkal hányja magát, íme csekélytűz, mi nagy erdőt felgyújt. A Szent Imre úgy fogalmaz, hogy ugyanúgy parányi testrész a nyelv is mégis nagy dolgokat valhat magáénak. Ugyanúgy, ahogy egy kicsiny tűz képes leégetni bármekkora területet, amennyiben el tud szabadulni ott, így a nyelv is óriási problémákat okozhat az ember életében másokkal, Jahuával és saját magával. Még a 6. verset meg fogjuk nézni, a nyelv is tűz. Olyan a nyelv, mint a tűz. Ez pör. A héberben többféle verzió is létezik a tűzre, természetesen az egyik a láng. Az egyik ezek közül alef, vav, res, or. Vagy pedig or, ugye amiből az or szó ered. Ez ugyanaz az or egyébként, amit használ az első fejezetben, mikor azt mondja, hogy és lőn világosság. Ez az or az, amiről beszél ott. És ez nem más, mint az erő, mely biztosítja a vezetést, ahogyan a fény biztosítja az ember számára az utat éjszaka, ugyanúgy ez a világosság is, ez az az erő, vagy Jahua, ugye az Aleph, mint az ökörfej, ami jelképezi az erőt, vagy az erős vezetőt, illetve Jahuát, ő az, aki biztosítja a vezetést az ember számára, ezáltal a világosság által. Úgyhogy ilyen értelemben a tűz pozitív is lehet. A másik jelentése pedig is. Úgy, mint is, vagy isá, férj és feleség, is, vagy ás. Átvitt értelemben ez Elohim haragja, háború, vagy pusztulás, de egyébként tűz. Kifejezvén azt a kettőséget, amiről itt beszél Jakob, vagy amit az or jelenti azt a vezetést, azt a segítséget, ahogyan Jahua vezet minket, ez a tűz lehetséges az, ami vezet, vagy meleget ad, vagy pedig elpusztítja az ember. Egyébként Aleph és Shin úgy, mint a pusztítás ereje, vagy az erős pusztító. Vagy az erő és a pusztítás. Így érdemes gondolkodni a tűzről. A 6. verszakban pedig ezt mondja, a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége.
hiszen magába foglalja mindazt a gonoszságot, ami az emberben van. Ami az emberben van, az kijön utána beszéd formájában, összefoglalva azt a gonoszságot, ami benne rejlik, amennyiben nem fékezzük azt meg. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti, vagy ugye beszennyezi, bemoskolja az egész tested, lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Ez a hat vers nagyszerűen összefoglalja mindazokat a problémákat, amelyek a tanításból származhatnak, hiszen ez az, amivel kezdi ezt a fejezetet. Sokan ne legyetek tanítók. Azt tanácsolja Jakob, hogy épp elég baja van az embernek az életben, hogy megfékezze a nyelvét, nemhogy még magára vegyen még egy extra felelősséget azzal, hogy másokat is tanít, felvállalván azt, hogy amit mond, az most már nem csak az ő életét és azt a nefest, ami az ember befolyásolja, hanem más emberekét is. Ezért mondja, hogy súlyosabb lesz az ítélet a végén, hiszen felelősséggel tartozunk magunkért, és utána már a többi emberért is, akik minket követnek. A Brit Hadasá vagy a Megújult Szövetség egyetért azzal, amit a Tanákban olvastunk. Azzal, hogy ez a képesség Jahuától érkezik, és Ruach HaKodesh hozza el. Korintusiakhoz írt első levelében Saul egyértelművé teszi ezt a 12. fejezetben. A 4-es verstől így szól. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a ruach. Ez a kegyelmi ajándék egyébként charisma, ami végső soron visszamegy az örül, örvendezik, jókedve van alapszóhoz. Ez egy szóban egy kegyelmi ajándék, ami Jahuától érkezik azért, hogy az embernek öröme legyen abban, amit cselekszik, és az atyának is öröme legyen abban, amit az ő teremtményei csinálnak itt a földön. Ruach HaKodesh az a közvetítő elem, ami elhozza ezt az embereknek. Azonban különbség van abban, hogy kit milyen képességgel ajándékoz meg Ruach HaKodesh által. A szolgálatban is különbség van, de az erő, az a hatalmasság ugyanaz emögött, aki nem más, mint Jahua. A cselekedetekben is különbség van, de ugyanaz az Elohim, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Pontosan úgy, ahogy azt olvastuk a Tanákban. Mindennek, ami jó, ami igaz ebben a világban, a forrása nem más, mint Abba Jahua. A lényeg az, hogy épüljön az a kiválasztottak közössége, az eklészia, ami Jahua dicsőségét hirdeti ebben a világban, és végül majd azt, a spirituális házat fogja alkotni, amelyben az atya örökké élni fog. Felsorolja itt ezeket a képességeket, amelyeket Ruach HaKodesh ad az embernek, a bölcsességnek a beszéde, a tudomány beszéde. Ez mind a Ruach által érkezik, az összes. A bölcsesség beszéde és a tudomány beszéde, ez a tanítás, a hit, a gyógyítás, csodatevő erők, profétálás. Ez ugye Jahua üzenetei, az álmok, ezek, amiken keresztül az atya különböző üzeneteket küld az eklésziának, és vannak emberek, akiket felhasznál erre. A lelkeknek a megítélése, a nyelveknek a nemei, beszéde, és a nyelveknek a magyarázása. Természetes az, hogy ezek közül többet is adhat egy-egy embernek, de az világos, hogy mindenki nem ugyanazt a szerepkört kell, hogy betöltse. Mindezeket egy és ugyanaz a ruach cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, ahogyan akarja. Az élet akkor lesz a legnagyszerűbb, amikor az ember járja a Tora által kijelölt utat teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből, teljes elméjéből, és megtalálja azt a szerepet, vagy azt a szerepkört, amit Jahua neki szánt, és ezt Ruach HaKodesh által végrehajtja és betölti. A tanítás az ezek közül csak az egyik. 28-as versben aztán Saul más nézőpontból próbálja újra ezt elmondani. És pedig némelyeket rendelt Elohim az Anyaszent Egyházban, ez egyébként Eklészia. Azért mondtam azt, hogy Anyaszent Egyház, hogy lássa mindenki, hogy a fordítás rengeteget számít, és meg kell nézni azt, hogy mi az, ami ott van az eredetiben. Ez kihívottak közössége. Egy olyan csoport, aki nem a világot követi. Szóval először apostolul hívja.
Az apostol az slák, valaki, aki el van küldve. A Septuagintában egyébként küldöttként szerepel, követ vagy küldött. Profétákat, tanítókat, ez a harmadik, amit sorol. Didaskalos, ugyanaz a szó, amit megnéztünk korábban. Valakik csodatevő erővel rendelkeznek, gyógyítanak, vigasztalják a többieket, valakik igazgatják vagy irányítják az életet, illetve természetesen a nyelvek ajándékát is adta valakiknek. A mi feladatunk az, hogy járjuk az utat, melyet kijelöl a Torával, és megtaláljuk, hogy mi az a szerep, amit nekünk szánt. Aztán felteszi a jogos kérdés, Saul, avagy minnyájan apostolok-e? Vagy minnyájan proféták-e? Vagy minnyájan tanítók-e? Vagy minnyájan csodatevő erők-e? Avagy minnyájunknak van-e gyógyításra való ajándéka? Vagy minnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy minnyájan magyaráznak-e? Természetes, hogy nem. Mindenkinek megvan a saját szerepe, és azt tanácsolja Saul, hogy igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Mindenki szépen, türelemmel járja az utat, és próbálja megtalálni, hogy mi az, amire őt fel akarja használni a bája hua. És idővel meg fogja mutatni mindenkinek, hogy mi az a szerep, amit neki szánt. És a türelem óriási szerepet játszik ebben, és az, hogy az ember elfelejtse, hogy mi az, amit ő akar, mi az, amire ő vágyik, és megvárni, hogy Jahua mutassa meg neki, hogy mi az, amit az Atya akar, és szeretne, hogy teljesítsünk. Figyelembe véve azt, hogy a legtöbb ember több évtizedet töltött el a különböző vallásokban, amelyek zsákutcába vezetnek, úgy, mint a kereszténység vagy a katolikus egyház, és az összes többi. Érdemes megfontolni azt, amit Abri zsidókhoz 5-ös fejezet 8-as verstől olvashatunk. Ez érvényes szinte kivétel nélkül mindenkire, aki valamilyen vallási háttérből érkezett erre az útra. A fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetvén Elohimtől meg késedek rendje szerint való főpapnak. Ez számunkra ugye egyértelmű, hogy Jehusák a másiákról beszél, azonban az akkori népeknek, akik ott hallgatták és olvasták ezeket a leveleket, nem volt egyáltalán ilyen egyértelmű. Nekik meg kellett bizonyosodni arról, hogy az a karakter azonos volt azzal a másiákkal, akit vártak a korábbi héber, izraelita írások alapján. De a figyelmeztetés, amiről beszél, az időtálló. És mindenképpen vonatkozik a legtöbb emberre ma. És ez így szól. Akiről nekünk sok és nehezen magyarázható mondani valunk van, mivel restek lettetek a hallásra. Ez tökéletesen így van ma is. Hiszen a szó maga Jahusá HaMásiák. Szóval ezek a videók, amikben megpróbálom elmagyarázni azt, hogy hogyan és miért kellene nekünk a Tora szerint élni, mind ebbe a kategóriába tartozik. Hogy sok és nehezen magyarázható mondani való van, azért, mert az emberek nem akarják megérteni, mert nem akarnak hallgatni. És ami folytatódik a 12-esben, az szintén aktuális a legtöbb ember számára. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, azaz már nektek tudni kellene ezeket a dolgokat úgy, mint egy didaszkálosz vagy tanító, elmagyarázni a többi embernek. Ennek ellenére, vagy ezzel szemben ismét arra van szükségetek, hogy valaki Elohim beszédeinek kezdő elemeire tanítson titeket. Az elem egyébként alapelv. Vissza kell menni teljesen az alapokhoz, és fel kell építeni az egészet újra, mert a legtöbb ember a több évtizedes programozás és agymosás során eltért attól, ami az igazság. Ez a probléma a legtöbb emberrel, hogy hozza magával azt, amit megtanult, próbál megszabadulni tőle, de nem sikerül teljesen, ezért ott maradnak bizonyos nyomok. És utána az zavarja az igazság megértésében. Szóval már most tanítani kéne, de arra van szüksége a legtöbb embernek, hogy valaki újra Elohim szavának a kezdő alap elveire megtanítsa őket. Olyanok lettetek, akinek tejre van szüksége, nem kemény eledelre. Szóval mindazok az emberek, akik azt mondják, hogy nekik már ilyen, vagy olyan, vagy amolyan szintre van szüksége, érdemes ide visszamenni és elolvasni ezt újra és újra. Vagy aki azt mondja, hogy ő tudja, vagy érti, ezen túl van,
vagy ő majd megtanulja, majd ő olvassa és majd megérti, őt Ruach vezeti, őt Jahua vezeti, őt a másiák vezeti, annak és azoknak a figyelmébe ajánlom ezeket a szavakat. Az ember általában túlbecsüli a saját képességeit és alábecsüli a problémát, amivel szembenéz. Mindenkinek szüksége van tanításra. Mindenkinek szüksége van tanulásra, az írás tanulmányozására, annak érdekében, hogy jobban megértse Elohim szavát, közelebb kerüljön hozzá, és közelebb kerüljön az út közepéhez. Mert az a legbiztonságosabb hely, és oda törekszünk mindannyian. A keskeny út közepén szeretnénk járni. Ehhez azonban meg kell tanulni az alapokat, és valakinek el kell azt magyarázni az embernek. Bizonyos szintig el lehet jutni egyedül, de Jahua ezért találta ki ezt a rendszert, hogy mindenki megtalálja a saját helyét és a saját funkcióját. És itt a bizonyíték mindenki számára. Ez Apostolok Cselekedetei 8-as fejezet a 26-os verstől. Jahuának angyala pedig szól a Fülepnek, mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, mely Jerusalemből Gázába megy alá, járatlan ez. Felkelvén elmegy, és íme egy szerecsen, ugye ez etióp egyébként Kus leszármazottja. Férfiú Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárnak főfelügyelője vala, ki feljött imádkozni Jerusalemba. És visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvassa Jesiáhu vagy Ézsaiás prófétát. Itt van egy ember, aki olvassa, próbálja megérteni, és közelebb kerülni Jahuához, és megérteni, hogy mi Elohim beszédének a célja és az ereje. Mondta pedig a lélek vagy a ruák Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. Fülöp odafut, és hallja, amint Jesiáhu prófétát olvassa az az ember. És mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ez ginoszkó, úgy, mint tud, ismer, megtud, vagy megismer. Mikor azt mondja, hogy a tudománynak a magyarázására, az ugyanez a kifejezés. Ő pedig mondja, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza azt nekem? Ezért találta ki, hogy van, aki a tudományt magyarázza, hogy annak, aki meg akarja tudni, legyen valaki, aki elmagyarázza és továbbadja azt. És hogyha visszatérünk a görögöz, akkor láthatjuk azt, hogy hodegeo utat mutat, vezet, irányít, kalauzol vagy kísér. És így eljutunk ugyanad ahhoz a jerach szóhoz, amit megvizsgáltunk a leges legelején. Valaki, aki utat mutat, hogyan is érthetném, hogyan is juthatnék el ahhoz a tudáshoz, hogyha nincs valaki, aki megmutatja nekem az utat. Ki az, aki megmutatja, akit Jahua kiválaszt, felruházza a megfelelő képességgel, és aztán az az ember engedelmesen követi ezt. Ez egyébként hegeo mai, úgy, mint előre megy valaki, aki mutatja az utat, egyébként vezető vagy előjáró. A másik pedig hodosz, úgy, mint út. Úgyhogy ez az ember egy vezető, egy útmutató, vagy egy kalauz. Az, aki szó szerint vezet valakit egy úton. Hodegosz. És az ebből képzett ige az, amit itt használ. Valaki, aki vezeti az embert az úton. Úgyhogy hogyan is érthetné ez az ember, ha nincs valaki, aki elvezeti ezen az úton, és elmagyarázza neki, hogy mi az, amiről szó van, és átadja azt a tudást? Most már érthető, hogy miért mondta azt, hogy járatlan ez az út? Magányos, elhagyatott, puszta vagy sivatag. Ezért tette hozzá azt, ez a szerecsen, ez az ember úgy, ahogy a legtöbb másik ember egy olyan úton halad, amit nem ismer, ami járatlan, ami számára új, ezért szükség van valakire, aki vezeti majd azon az úton, ahhoz a tudáshoz, ami eljutatja végül az atyához. De van még egy mondat, amit mindenképpen meg kell mindenkinek jegyezni, ez pedig így szól, és kéri Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé. Az embernek el kell ismernie azt, hogy szüksége van erre a segítségre, és kérnie kell azt, alázatot mutatván. És ez mindannyiunkra igaz, hiszen mindenkinek tanulnia kell, és ahhoz találnia kell egy olyan embert, aki jobban érti, mint ő.
Ugyanezt erősíti meg Saul a rómaiakhoz írt levelében a 10. fejezetben. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom egyébként, aki úgy gondolja, hogy neki nem kell tudnia a nevet, hanem majd ezek a pogány dolgok, mint az öreg Isten, meg a jó Isten, meg Jézus, elegendő lesz. 12. vers így szól, mert nincs különbség a Yahudi és a Javani között, görög és a zsidó. Mert ugyanaz a hatalmassága mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Ez az első, hogy segítségül kell hívni. Itt a következő. Mindenki, aki segítségül hívja Yahua nevét, az megtartatik. Szóval tudni kell a nevet mindenkinek, ez egyébként Joel második fejezet 32-es versből egy idézet. Ahhoz, hogy az ember majd szodzó üdvözüljön, vagy megmenekülj. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz elegendő az, amit eddig az emberek gondoltak erről, legalábbis a legtöbben. Szóval segítségül kell hívni Yahua nevét. Mi a következő probléma? Hogyan hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Szóval a hit az egy fontos dolog, ráadásul egy alapvető dolog. Nézzük, mi a következő. Hogyan hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Hogyan tud valaki hinni abban, amiről nem tud, mint a legtöbb ember ma? Persze az emberiség ismeri Istent, meg Jézust, de az nem ugyanazok a karakterek, akiket ez a könyv ábrázol, akikről ez a könyv szól, akiktől ez a könyv jött. Mi módon hallanának pedig egy prédikáló nélkül? Ez Caruso, az, aki hirdet, hírül ad, egy hírt elterjeszt, igét hirdet, hírezt el. Ki hirdet valamit? Szükség van erre, aki ezt elmondja. És mi módon adja hírül ez az ember, vagy terjeszti a hírt, ha el nem küldetnek? Ugyanerről volt szó, sem ott második Mózesben, hogy el kell, hogy küldje Yahuwah azt az embert. Nem lehet csak úgy össze-vissza magyarázni, nem hihetünk mindenkinek, annyiféle verzió van pontosan ezért. Mások is küldenek embereket, hogy hirdessenek bizonyos dolgokat. Azért, mert ez egy spirituális harc, amiben több oldal vesz részt. És sajnos az ellenségnek is megvan a módszere, hogy elküldjön embereket. Erre való az internet, ami tele van azokkal a prédikálókkal, akik szintén hirdetnek dolgokat, de nem azt, ami Abája Huától jön. Erről egyszerű megbizonyosodni, mindenki összeveti azzal, amit mondanak, azt, ami le van írva. Úgyhogy van, akit Yahua küldött, és azt meg tudjuk ismerni arról, hogy amit az az ember mond, összeegyeztethető azzal, ami le van írva ebben a 66 kanonizált könyvben. Ez egyezik az elejétől a végéig, és ez szükséges ahhoz, hogy az ember megtartasson vagy üdvözüljön a végén. Szóval ez egy olyan feladat, ami hatalmas felelősséggel jár, és mindenki, aki belevág, ezzel tisztában kell, hogy legyen. Ezért figyelmeztetett Jakob. Tudnunk kell a nevét, hinnünk kell benne, hallanunk kell róla, és ehhez szükség van egy emberre, akit elküldött Yahuwah, hogy ezt elmondja nekünk. Láthatjuk azt, hogy egyedül nem tud az ember eljutni ide. Úgyhogy azt mondogatni, hogy engem Yahuwah vezet, vagy a Ruach vezet, vagy Jézus vezet, vagy majd én olvasom, azt majd rájövök, meg ezeket a dolgokat, ez nem az, ami ide le van írva. Úgyhogy ez egy jó tanács mindenki számára. A másik oldalon pedig, és ez mindenkire vonatkozik, én magamat is ugyanúgy beleértem ebbe, mint ahogy mindenki más. A másik oldalon pedig egy óriási felelősség az, amit az ember magára vállal. És érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon ez Yahuwah akarata, hogy mi ezt csináljuk, vagy pedig mi szeretnénk ezt csinálni. De így vagy úgy, az ember mindig egyszerre tanító és tanuló. A legnagyszerűbb, tökéletes tanító természetesen Yahuwah. Ehhez kétség nem fér. Jesiahu a második fejezetben így ír. Lesz pedig az utolsó időben, hogy erősen fog állani Yahuwah házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. A hegyek és a halmok egyébként tanítók, ezt, hogyha valaki utána néz, akkor rá fog jönni, hogy ilyen értelemben használja az írás, ezért Sion hegye, a legmagasabb, erről beszél itt most. Minden hegyek fölött áll, az összes tanító fölött áll. Oda özönlenek minden pogányok, de ez egyébként Goy vagy Goyim, úgy mint minden népek vagy nemzetek.
Szóval mindenki oda fog menni Jahua házának hegyéhez. Megvan a hegy, ott van a háza, és abban van benne Jahua. És eljönnek a sok népek vagy nemzetek, ez ám. És ezt mondják, gyertek, menjünk fel Jahua hegyére, Jakób hatalmasságának házához. Nem azt mondja, hogy a keresztények házához, vagy menjünk fel a templomba, vagy az Anya Szent Egyházhoz, vagy Jézushoz. Arról beszél, hogy Jakób hatalmasságának házához menjünk fel, aki Jahua és Sion hegyén van. És ez az utolsó időkben van, és még mindig nem arról beszél, hogy mindent lehet, meg eljött Jézus, és élhetünk úgy, mint a népek, és hogy a népek az új nép, hanem arról beszél, hogy a nép megy oda Jahua hegyéhez, aki Jakob Elohime. Szóval nem választott egy új népet, hanem az összes nép megy még mindig oda, ugyanúgy, ahogy mindig is volt. Miért megy oda? Ezt kellene megérteni mindenkinek, hogy megtanítson minket, ki? Jahua, a tökéletes tanító. Jarah, amiről beszéltünk az előbb, korábban ugyanaz a szó ismétlődik meg itt. Utat mutat, megmutatja azt, hogy merre fele menjen az ember azon a sok úton, ami rendelkezésére áll. Hogy megtanítson minket az ő utaira. Derek, ugyanaz a hodosz, ami volt ugye a Brit hadasában, amit megbeszéltünk szintén. Megtanít, azaz mutatja az utat. Az útirány, de egyébként a derek átvitt értelemben életmód vagy életvitel. Szóval megmutatja nekünk azt az életvitelt, ami elfogadható számára, hogy mi járjunk az ő ösvényein. Ez orrá, és átvitt értelemben szintén életmód vagy életvitel. Erre fog megtanítani minket Jahua, mert tanítás, Tora, Sionból jő, és Jerusalemból Jahuának beszéde, the bar, úgy mint az Asheret ha Tabarim, vagy a 10 parancsolat. Szóval a Tora még mindig innen fog jönni, és ez az, amire megtanít minket, mert ez az az út, amin járnunk kell. És még az utolsó időkben is mindenki azért megy oda Jahuához, Sionba, aki Jakób Elohime még mindig, hogy megtanítson minket erre, hogy mi az ő útja, mik az ő ösvényei, és a Tora az, aminek segítségével ezt megteszi, mert ez az ő beszéde. És mindig is ez lesz. A tanítás nem más, mint Tora. Útmutatás, egy életmód, viselkedésforma vagy magatartás. Mindannyian, mindkét oldalán elhelyezkedünk ennek a folyamatnak. A tanár egyben valakinek a diákja. Természetes az, hogy különböző szintek vannak, ettől függetlenül ezt mindenkinek el kell fogadnia. A középpontban azonban a Tora kell, hogy álljon, hiszen ez az, amit el kell sajátítanunk, és be kell építenünk az életmódunkba ahhoz, hogy a végén a Bájahua majd úgy ítélje meg, hogy mi sikeres tanulói és tanítói voltunk. Még annyit hozzátennék, hogy elkészültek a Jahua útja könyvjelzők, melyek a legfontosabb versek segítségével lépésről lépésre bemutatják azt az utat, amit a csatornán megismerhettetek. Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy mindenki megtanulja ezt, illetve hogy másoknak segíthessünk, hogy jobban megismerjék, mi is az az út, amit mi járunk. Ezek segítségével egyszerűen el tudjuk juttatni az üzenetet azokhoz, akikhez szeretnénk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.